A titkos ügynök tanfolyamot megtanultam. Szóltam az adóhatóságok korrupt vezetőiről. Az egészségügy közelgő összeomlásáról. És infáns urunkról. Éhességes nagybátyáról. Réges urunkról is. Egy-két keresett nem szólt. Erre mit kezd el felém kiáltozni a tömeg? Hát te ilyen jó madár vagy? Szidalmazod a mi hölgy szeretett vezéreinket? Aztán alaposan eladja minden. Látom. Ilyen az igazságos és derékép. És tudja főnök úr, amikor vertem, két ellentétes érzés küzdött bennem. A szomorúság és az öröm. Szomorú voltam, mert nem tudtam a főnök úr utasításait teljesíteni, megint nem volt ki provokálnom, így aztán nem tudok senkit letartóztatni. De ugyanakkor örültem is, mert a szeretet és a tisztelet kormányunk és infáns urunk és felséges nagybáty, réges urunk, olyan erőteljes és általános a nép körében, amint azt a főnök úr a bedagadt szemeimen észrevenni méltóztatik. Micsoda ország, micsoda emberek. Ózon víz és leugott laszt. Főnök úr! Mi van? Főnök úr! Az őrmester úr elbeszélése végképp megszilárdította elhatározásomat. Azon nyomban alá akarom írni azt az alattvalói hűségnyilatkozatot. Kérem a papírt és a tollat! Szóval ez visszavonhatatta? Többé semmilyen nem tántoríthat tőle. Amint elhagyom ezt az épületet, amelyhez annyi emlék fűz, haladéktanul igyekszem a kormány szolgálatába állni. Kérem a papírt és a tollat. Szóval lemondan a szép tagos bélyegekről? Ugyan, mit nekem bélyegek, amikor infáns urunk és felséges nagybátyja réges urunk szolgálata vár. Végben őt egy holmi albumokkal, amikor végre átadhatom magamat a lojalitás gyönyörének, amelyet most élvezek hosszú évek után először. Az anarchia sötét korszaka után. Jó, nem muszolom tovább. Maga akarta. Tessék, itt a papír és a toll.